A lányomnak csinálok ágyat. Az egyik lányomnak, aki 33 éves és nagyon alacsony, nagyon pici. Nem jó neki a normál ágy. Mindketten úgy gondoltuk, hogy nem akarunk értelmi fogyatékos gyermeket örökbe fogadni, mert az nagyon nehéz lehet. Aztán pontosan egy ilyen gyermek miatt hívtak fel minket. Azt mondták, talán egy évet fog élni. Ilyen pici volt. Megnéztük és hazavittük. Ez egy olyan kalandnak volt a kezdete, ami már 33 éve tart. Egyszer megszámoltuk, hogy 34 gyermeknek voltunk a nevelő szülei, és körülbelül a felét örökbe is fogadtuk, 17-et. Most már a harmadik generációnál tartunk. A fiaim többet voltak az apjukkal, és nagyon kötődtek hozzá. Igazából leváltak rólam, én meg egyedül éreztem magam. Szerettem volna egy lányt, de több gyerekem nem lehetett. Aztán egy nap Isten azt mondta, nos, itt az idő örökbe fogadni. De a mi családunkban senki nem fogadott örökbe, még csak nem is beszéltünk ilyenről. De a szívemben forgattam ezt, Isten pedig megvalósította. Megkérdeztem Domingót, mit gondol erről. Alaposan átbeszéltük a témát. Azt gondoltam, hogy ez nagy korlátot jelentene a számunkra, és megakadályozna minket abban, amit szeretünk csinálni. Nem tudtam, mekkora áldást fog ez jelenteni számunkra. Húsgombóclevest csinálunk, ez egyfajta családi program, főleg mikor kint esik az eső. A gyerekek nagyon szeretik. Kedves Istenem, köszönöm a családot, aki szeret engem. Vannak küzdelmek, de mindig azt mondjuk, hogy mi vagyunk a Garcia család, közepén Krisztussal, és semmi nem oszt meg minket. Akik most nálunk élnek, többnyire kábítószerrazziák során kerültek képbe, kihasználták őket, és nagyon rosszul bántak velük. De mindegy, milyen szükségeik vannak, milyen helyzetből jönnek, ha Isten az én házamba hozta őket, ha felhívnak, hogy otthonra van szükségük, befogadjuk őket. És döbbenetes, ahogy Isten meggyógyítja őket, gondot visel róluk, és csodákat tesz az életükben. Semmi nem adott olyan kiteljesedést az életünknek, mint amit most csinálunk. El sem tudom képzelni, hogy nincsenek itt ezek a gyerekek velünk. Sokan kérdezik, hogy hogyan csináljuk. Én meg azt válaszolom, hogy hogyan tudnánk nem csinálni. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságukban.